A gyönki német nemzetiségi önkormányzat egyik alapvető feladata felkarolni a nemzetiségi kultúrát, őrizni a hagyományokat. Az 1720-as évektől egészen a II. Világháborút követő ki- és betelepítésig jelentős számú és meghatározó nemzetiség volt a németség, akik munkájukkal, szorgalmukkal és kultúrájukkal gazdagították ezt a települést. Az önkormányzat elnöke elhatározta, hogy múltmentés céljából fotótörténeti kiállítást készít. Előkerültek nagyon pici, de féltve őrzött fényképek nevekkel, a hozzájuk kapcsolódó történetekkel. Az ősöket, a viseletet, a társas életet, a munkát, a szórakozást, az iskolai éveket, a katona életet, valamint a hajdan volt épületeket bemutató képek előtt lehet felidézni, a régi falut, annak mindennapjait, ünnepeit, a családi eseményeket. 2015-ben testvérvárosi kapcsolatunk 25 éves jubileumára készítettünk egy fotókiállítást, a Velünk él a múlt címmel. Ennek a fotókiállításnak az apropója az volt, hogy nagyon sok régi képet, életképet gyűjtsünk be, és mutassuk be a gyönkieknek, hogy valamikor hogyan is éltünk itt. A 16-ban pedig a Málenki robottal kapcsolatos és a kényszermunkával kapcsolatos képekkel egészítettük ki ezt a gyűjteményt, és akkor elhatároztam, hogy a képeket nem lehet csak a falon kiállítani, jó lenne ezeket a képeket egy könyvbe összegyűjteni. Hát az összegyűjtés folyamatos volt, és amikor kiderült, hogy 1722-23-ban jöttek ide az őseink, akkor a 300 éves évfordulóra elhatároztuk, hogy egy fotókönyvet fogunk készíteni. Kis József történelem német evangélikus hittantanár 1998 óta vásárolja és gyűjti folyamatosan a Tolna megyei németség tárgyi értékeit. A gyűjtemény nagy részét a népi bútoranyag és a textíliák képezik. A módosabb középparasság életmódjának egyéb kellékei is megtalálhatók itt. Gazdag fényképanyag, sorsleírások, falu történetek is a gyűjtemény részét képezik. 2021-ben teljesen elhatároztuk már a könyv elkészítését, de volt még egy feladatunk, illetve célunk, hogy egy teljesen gyönki viseletbe öltöztessünk egy fiatal párt, és egy fotózkodó falat tudjunk elvinni a tájházhoz, illetve a különböző nemzetiségi rendezvényekre. Ehhez a fotófalhoz kértünk Kis Józsitól kimondottan gyönki viseletet, és egy táncos párt beöltöztettünk. Mivel Józsi ezt nagyon készségesen rendelkezésünkre bocsátotta, ezért ajándékul neki is készítettünk egy fotófalat. Azon kívül, amikor az öltöztetés megtörtént, akkor láttam, hogy nagyon sok fotóalbuma van, amiben szintén régi képek vannak. Ekkor kértem, hogy egészítse ki az én gyűjteményemet, és közösen készítsük el a könyvet. Egészen októbertől gyűjtögettük a képeket, és rakosgattuk, csoportosítottuk, egészen addig, amíg össze nem állt egy 300 darabos gyűjtemény, ami a 300 éves évfordulóra tiszteletből és az őseink iránti szeretetből készítettük, és ezt a kiállítást, illetve a fotókönyv bemutatását pünkösdre terveztük, ami nagyon jól sikerült. Nagyon örültem, hogy nagyon sokan megjelentek, és nagy sikere lett a könyvnek. Témakörönként igyekeztem csoportosítani, és rövid szöveggel bevezetni a fotókat. A témakörök a család, ifjúság és közösségi élet, esküvő és lakodalom, vallás, hitélet, nevelés, oktatás, illetve gyermekkor, dolgos hétköznapok, katona élet, kényszermunka és kitelepítés, végül pedig a temetés. A könyv végén Kis József bemutatja a gyönki viseletet, a település történeti áttekintését, amit német nyelvre is lefordított. A kiállítással és a fotókönyvvel a német önkormányzat célja többek között az, hogy az oktatási intézmények népismereti órái még szemléletesebbé válhassanak.